Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül megújult a Jász Alsó-Szentgyörgyi Szent György Katolikus Általános Iskola. A szaktantermek kialakítása mellett megtörtént az akadálymentesítés, korszerűsítették a mosdókat, felújították a tetőszerkezetet, napelemeket helyeztek el, burkolatokat, nyílászárókat cseréltek, megújult a fűtésrendszer, valamint egy iskolakápolna is kialakításra került. Az ünnepélyes megáldást egy hálaadó szentmise előzte meg, amelyet Ternyák Csaba egri érsek mutatott be a helyi templomban. A főpásztor szentbeszédében Jeremiás próféta szavai nyomán az Istenbe vetett bizalom fontosságáról beszélt. Bár fontos megbíznunk a barátainkban, házastársunkban, egymásban, az életünknek a súlypontját az Istenbe vetett bizalom kell, hogy adja. Ha az Isten az első, és utána jön minden más, akkor az életünket szilárd sziklára építettük, fogalmazott. Ternyák érsek homiliájában Jézus gazdag emberről és szegény emberről szóló példabeszédét említve hangsúlyozta, az önző, kapzsi ember, aki csak magát szolgálja, hamis boldogságban él. Jézus arra tanít bennünket, hogy egymásban ismerjük fel Isten gyermekeit, a szeretet révén legyünk képesek egymásért áldozatot is hozni, mert ez a boldogságunk igazi forrása. Mi most magunkat ezzel a csodálatosan felújított iskolával bizonyos értelemben gazdagnak tekinthetjük, mert gazdaggá vált az iskola, milyen kincsnek a birtokába került. Örüljünk neki! De legyünk nyitottak, és ne feledjük a Zsoltár szavát, ha vagyonotok gyarapszik is, szívetek hozzá ne tapadjon. Hozzátehetjük, osszátok meg egymással, részesítsetek benne olyanokat, akik nem részesei ennek. Igen, vegyük észre a koldust az ajtónkban, vegyük észre azt, aki rászorul a mi segítségünkre, a mi támogatásunkra. Akkor leszünk Krisztusnak igaz tanítványai. A szentmise végén mondott köszöntők sorát Szarvák Imre, Jász Alsó-Szentgyörgy polgármestere nyitotta. Mint fogalmazott, a település büszke lehet megújult iskolájára, amely szellemiségében és megjelenésében is kiváló létesítmény. Pócs János országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, az egyház egyik legnagyobb felelősségű vállalása az iskola fenntartás. Köszönetét fejezte ki a városvezetésnek, hogy lehetővé tették az iskola egyházi fenntartásba adását. Mint fogalmazott, az intézményben sokkal több történik, mint pusztán tanítás. Az egyházi fenntartású iskolák, igazgatók, pedagógusok és a jelenlévő gyermekek, ők fogják eldönteni, hogy pár év, pár évtized, pár 20-30 év múlva ezekben a templomokban könyvtár lesz, múzeum vagy megmaradt templomnak. Tarnai Mihály igazgató köszönetet mondott mindenkinek, akik bármilyen módon hozzájárultak az intézmény megújulásához. Mint emlékeztetett, idén augusztusban lesz 10 éve, hogy az iskola egyházi fenntartásban működik. Az eltelt időben egyértelműen látható a fejlődés és élet, fogalmazott. A szentmise után az ünneplők énekelve vonultak az iskola elé, ahol Ternyák érsek megáldotta a megújult épület falait, valamint az újonnan kialakított iskolakápolnát.